Halad az idő. Tetszik, hogy merem vállalni magam. Előkeresem a sok rárakódott, felvett póz mögött az igazi Évát. Ott van. Megtaláltam. Előkeresem és előhozom, hogy én legyek. Én egy szerény, érzelemgazdag, kedves hölgy vagyok. Jó, hogy ilyen vagyok. Szeretem, hogy ilyen vagyok. Így vagyok boldog. Így szeretnek az emberek. Nyitott és naív vagyok. Jó, mert a gyerekek is ilyenek, és ezért szeretjük őket. Ugyanakkor határozott vagyok, naivitásom arra vonatkozik, hogy bízom a jövőmben és magamban. Nyitottságom, hogy befogadom a jó, pozitív tanácsokat. Ledobom magamról a teflont, nincs szükségem rá. Magamra, az igazi Évára van szükségem. Sokáig kellett keresnem az igazi énemet, mert teljesen belőle raktam. Elfogadtam a rossz indulatú megjegyzéseket, és igyekeztem másoknak megfelelni. Biztos, hogy azoknak akartam megfelelni, akiknek meg kellett felelnem? Inkább azok az emberek azt akarták, hogy azt tegyem, amit ők akarnak. Az én akaratomat mellőzték, és helyébe a sajátjukat tették. Így a látszat az volt, hogy én ezt akarom, de ez az ő akaratuk volt. Magamra vettem az ő súlyukat. Aki csak a saját célját nézi, és nem veszi észre a másikat, elnyomja a másikat, hogy ő érvényesüljön. Én úgy szeretném elérni a célomat, hogy más is elérhesse. Én haladok az én célom felé, és engedem, hogy ő is haladjon az ő célja felé. Nekem is ezt kell elfogadnom, az ő célját, de érvényesíteni kell az én célomat. Igen, én elfogadom a tiedet, de én haladok az én célom felé. Hú, ezek.